Megtartotta munkaterv szerinti ülését a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete. A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntésekre került sor. Jobbágyné Ungvári Sára Judit és Dedinszky László, a karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskola Kovács Mihály általános iskolai tagintézményének nyugalmazott pedagógusainak kimagasló szakmai tevékenységük elismeréseként az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri elismerő oklevelet adományozott. Székelyné Csordás Mária, a Karcagi Arany János általános iskola nyugalmazott pedagógusa, a gyermekek tanulók oktatása nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként nyugállományba vonulása alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet kapott dr. Pintér Sándor belügyminisztertől. Augusztus 23-án az Egri Főegyházmegye tanévnyitó ünnepségén Kovács Miklós Istvánné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda igazgatója a katolikus nevelés-oktatásban végzett kiemelkedő szolgálatáért a Szent Gellért díj aranyfokozatát vehette át dr. Ternyák Csaba érsektől. Ferenczi Sándorné ezüst koszorús mesterképző polgármesteri dicséret elismerésben részesült a város társadalmi életének fejlesztésében végzett tevékenységéért. A köszöntéseket követően a testületi ülés megtárgyalta és elfogadta a 2023. évi költségvetési rendelet módosítását. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helységek bérbeadásáról szóló, valamint a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítását a testület egyhangulag megszavazta. Az állampolgári bejelentések és a rendőrség tapasztalatok alapján szükségessé vált a közterületen történő szeszes italfogyasztás szabályairól szóló rendelet megalkotása. Az önkormányzati fejlesztések érdekében módosítani kell Karcagváros település szerkezeti tervét, valamint Karcagváros helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét. Elfogadásra került az önkormányzat 2023. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló, illetve a karcagi többcélú kistérségi társulás 2022. évben végzett tevékenységéről, eredményeiről és célkitűzéseiről szóló beszámoló. 2000-ben csatlakozott a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz, minden évben támogatva a pályázó hallgatókat saját költségvetéséből, melyet a 2024-es évre is biztosít. A Karcag belterületi 4549/42 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről szóló határozat pontosításáról, valamint a Kertész József utca 2 szám alatti helyiség Kóbor Szívek állatmentő és környezetvédő alapítvány részére történő bérbeadásáról is döntött a testület. A Karcag város víziközműveinek 2024-2038 évekre vonatkozó gördülőfejlesztési tervét is megtárgyalták és elfogadták.